Mindannyian tudjuk, hogy az Orbán kormány az elmúlt időszakban azzal próbált meg tetszelegni, hogy zöldek lettek, de azt is tudjuk, hogy ez egy hazugság. Minden egyes alkalommal, amikor a profit és a természet védelme között kell választaniuk, a profitot választják. Ez látszik itt a Tatai tónál is, ahol egy akkumulátor miatt és a saját üzleti környezetük nyeressége miatt egy olyan vízkészletet, ami nagyon fontos a természeti élőhelyek szempontjából, és egy olyan vízkészletet, ami alapvetően a lakosság szempontjából is nagyon fontos, ipari szempontból fognak felhasználni. Az LMP szövetségesei szerint ez egy felháborító dolog, és azt gondoljuk, hogy kormányváltással meg fogjuk akadályozni, hogy az ivóvízkészletből pénzt csináljanak, hogy az ivóvízkészletből profitot termeljenek. A helyzet az, hogy a víz az egyik legnagyobb kincs lesz a klímaváltozás miatt, és bár Magyarországon alapvetően van víz, hogyha ezt a vizet ilyen felelőtlenül használjuk, akkor el fog tűnni. Péter is említette a víz kiemelkedő szerepét. Igen, a víz évszázadod lesz a 21. század. De nem úgy, ahogy a fideszesek elgondolják, hogy még több akvapark vagy még több vízparti telek, hanem a víz kiemelkedő erőforrás lesz. Mi itt Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán és környékén, itt Tatán is szerencsések vagyunk, mert karsztvízből nyert jó minőségű ivóvízünk van most még. Láttuk azt, hogy hogyan javult a készlet minősége a szénbányászat megszüntetése után, most viszont újabb aggasztó jelek vannak, apadnak el a forrásaink. Mindez annak köszönhető, hogy az elektromos autógyártás legkörnyezetszennyezőbb gyártási elemei kerültek a megyébe, legyen itt szó az akkumulátorgyártásról, vagy a részfólia gyártásról. Pedig van az Európai Uniónak egy vízkeret irányelve. Ez azt mondja el, hogy jó minőségben meg kell őriznünk felszíni és felszín alatti vizeinket, és a jó minőség nem csak arról szól, hogy a víz minősége legyen jó, hanem ne csak tiszta legyen, hanem arról is, hogy megmaradjon a mennyiség, és hogy megőrizzük azokat a természetes élőhelyeket, amik vannak itt a közelünkben. És ez került most veszélybe ezekkel a gyárakkal. Miközben vannak olyan jogszabályaink, amik védenék ezt a helyzetet, a felszín alatti vizeket nem szabadna ipari célra felhasználni, úgy, ahogy most akarják tenni ezzel a vízvezetékrendszer építéssel, de hát kicselezték a jogszabályt, ahogy szokták. Ugyanis Komárom város megnövekedett ivóvíz igényének tudják be ezt az új építkezést, miközben Komáromvárosnak nem nőtt az igénye, csak a komáromi ipari parknak nőtt meg az igénye, úgyhogy azt játsszák el, hogy a jelenlegi komáromi ivóvízkészletből lesz víz az ipari parknak, míg a tatabányai, tatai karsztvízből csinálnak ivóvizet Komáromba. Megint kijátszották a jogszabályt, a jogszabályok szellemiségét, de hát nem is csodálkozhatunk ezen. Tartatatlan az az állapot, ami jelenleg a parlamentben folyik. A Fenntartható Fejlődés Bizottsága ugyanis minden ellenzéki kezdeményezést lesöpör, minden nem kormányzati kezdeményezést lesöpör, így tett a Nagy Tavak Koalíciónak a kezdeményezésével is, ami 7 pontban akarta meghatározni vizeink védelmét. Ez, ahogy mondom, még egyszer, ez tarthatatlan. Tehát tarthatatlan az, hogy a Fidesznek a természet az mindig csak akkor jut eszébe, amikor pénzszerzési lehetőséget lát. Így volt ez a Balatonnál, így volt ez a fertőtavi cölöpházaknál, vagy így van ez itt Tatán az Öregtó mellépíteni tervezett gigahotellel kapcsolatban is. Ahol a fideszes polgármester az elgördíti az akadályokat a projekt elől, a befektető az ki van pántlikázva pályázati pénzekkel, és emellett pedig a kivitelező az szinte mindig a Mészáros család érdekkörébe tartozó cég. Mindenki jól jár, kivéve a tataiak, kivéve a helyiek, és mi ezen szeretnénk változtatni. Mi azt szeretnénk, hogy meghallják a tataiak hangját a parlamentben, hogy olyan képviselő üljön a térségből, aki igenis tesz a helyiekért, aki eléri, hogy a parlament tárgyalja a helyiek számára fontos javaslatokat, és meg is szavazza azokat. Én ezt fogom tenni április 3-a után az új Egységben Magyarországért kormányhoz tartozó képviselőként. Ha önök is elkötelezettek az ivóvíz forrás védelme iránt, és azt gondolják, hogy ehhez kormányváltásra van szükségünk, akkor szavazzanak Koncser Erikre, a Komárom-Esztergom megye 1-es választókerület összellenzéki jelöltjére.